Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Vereséget szemrelt férfi kosárlabda csapatunk a Falko otthonában. X-elt a KTE, győzött a KRC, illetve a KTE Piroska férfi kézilabda csapata. Stúdiónk vendége lesz Stopp Imre. Férfi kosarasaink a Falkonál vendégeskedtek és kikaptak 98-61-re. A szombathelyi televízió nem vette fel ezt a mérkőzést, így mi sem tudjuk azt lejátszani. Megértésüket köszönöm! A KTE labdarúgó csapata nagyot küzdött az utóbbi időben egyre jobb formát mutató Budapest Honvéddal. A megszedett egy pontnak a látottak alapján mindenképpen örülnünk kell. A kiesés elől menekülő Budapest Honvéd volt a KTE legutóbbi ellenfele. A Honvéd az élvonalban 15-ször találkozott a lilafehérekkel, és csak egyszer tudott győzni 2015. május 9-én 2-0-ra. Akkor is kellett nekik a pont, hát még most, amikor a 11-12. Helyet foglalják el. A Honvéd kezdett jobban, és ezzel meg is lepte a KTE-t. A 16. percben mégis a miénk örülhettek. Banó Szabó katonához passzolt, aki egy higgadt csel után a bal felsőbe lőtt a labdát. 3 perccel később Lukis Dominguez összjáték után már 1-1 volt az állás. Sőt, Dominguez belőtte a második gólját, és így előnyhöz juttatta a csapatát. Ahogyan a Honvéd, úgy a KTE sem zuhant össze a bekapott gól után. A félidő végén Szórovszki szerzett gólt, és így 2-2-vel vonulhattak pihenőre a csapatok. A szünet után beszorult a KTE, sokszor csak a szerencse mentette meg a góltól. Tamás a 64-ben, Samperio a 66-ban, a 76-ban pedig Csirkovics is eldönthette volna 3 pont sorsát a Honvéd javára, de nem így történt. A KTE-nek is volt még egy helyzet a 81. percben, de ebből sem született gól, így maradt a 2-2-es eredmény. Én úgy éreztem, meg meccs előtt is, meg meccs közben is kicsit, első fél időben főleg, hogy van benne még több, de az mindenképpen pozitív, hogy megtartottuk a itthoni veretlenségünket. Úgy gondolom, hogy reális eredmény született. Talán azt kell mondanom most, hogy a Honvéd időszakokban jobban játszott. Ugye változatos volt az első fél idő, megszereztük a vezetést, de már akkor is lehetett érezni, hogy a Honvéd támadó szekciója nagyon mozgékony, meg tudtak bennünket zavarni, nehezen alkalmazkodott a védelmünket, ugye sok magas játékos nehezen alkalmazkodott a csúszós talajhoz, meg jeges talajhoz. De úgy gondolom, az első fél idő egy változatos, és ilyen szempontból ugye 4 gól esett, jó kis mérkőzés volt. Második fél időben mélyen védekeztünk, nem szándékosan, a Honvéd ránk előtette az akaratát. Rutinos jó játékosok jobban alkalmazkodtak a talajhoz. Így is nekünk is volt lehetőségünk, de igazságtalan lennék, azt mondanám, hogy győzelmet érdemeltünk volna, mert nem igaz. Több átlövésük is volt, amiben talán szerencsénk is volt egy kicsit, de összességében azért azt gondolom, hogy gyúrta egymást a két csapat, és összességében igazságos a döntetlen. Nehéz, nyilván, ha lehet ezt mondani, akkor örülünk az egy pontnak, de szükségünk lenne már egy győzelemre, hogy löketet adjon a csapatnak, és elinduljunk egy pozitív úton. Mindkét oldalon nagyon sok helyzet volt szerintem a meccsen, fordulatos mérkőzés volt, rengeteg párharccal, nem nagyon hasonlított a futballhoz, de ha lehet ezt mondani, akkor igen, örülünk az egy pontnak most. Készültünk, tudjuk, hogy a Kecskemét egy olyan csapat, aki rengeteg labdát előre játszik, van egy magas centerük, egy céljátékosuk. Készültünk ebből, készültünk a rengeteg párharcra, készültünk a hosszú labdákra, de szerintem ami működött az, hogy le tudtuk őket pressingelni egész magasan, és ezáltal a hosszú labdákra tudtunk készülni. Pinteken az FTC KTE mérkőzés 17 órakor fog megkezdődni Budapesten, az arénában. Nagy örömet szereztek férfi kézlabdásaink szurkolótáboruknak. A KTE Piroska csaknem végig kezében tartotta a mérkőzést. A kiesés elől menekülő két csapat, a KTE Piroska és a Sargóteren küzdött egymással a szombati mérkőzésen. A találkozó előtt 1 pont volt a különbség a két csapat között a házigazdák javára. A gyors kecskeméti góra csak 2,5 perc múlva jött a válasz. Lassan melegedett be a Sargóterén, de utána felvette a ritmust. A 13. percben már ők vezettek. A Kecskemét később egyenlített, majd 16-16-ig együtt menetelt a két alakulat. A szünet után 5 percig nem lőttünk gól, sőt 7-es hibáztunk. 4 góllal elépett a Sargóterén, de jött a fordulat. Labdaszerzések, lerónások után sikerült az egyenlítés. A 42. percben már mi vezettünk, sőt a Sargóterén 2 emberét is elvesztette, mert piros lappal kiállították őket. Alex a kapuban remekül védett, sőt gólt is szerzett. A Kecskemét jól bírta a végjátékot és nyert 32-27-re.
azzal a tervvel jöttünk, hogy helyet cserélünk a tabellán, hát sajnos nem sikerült. Hosszú még a bajnokság, de azért ez egy fájdalmas vereség, azért azt meg kell vallani. A második fél idő legelején nagyon elment a sargoltarján, 4 góllal is. Mi történt utána? Nem tudom, talán egy picit elhittük, hogy kezünkben van a mérkőzés, de akkor is még nagyon sok idő volt hátra. Egy-két buta hiba, támadásban adott labda, amiből kaptuk a lerohanás gólt, üres kapus gólokat, és mindjárt a nyakunkon volt az ellenfél, aki belelkesedett, és ezt a lelkesedésüket ők végig kitartották a meccs végéig. 13 forduló, az még nagyon sok, hát viszont nekünk innentől kezdve bravúrokat kell hozni, hogy a bennmaradás az megvalósuljon. Hát a bravúr azért mindenhol benne van, talán a 3 élcsapat, akik vezetik a bajnokságot, őnáluk esetleg nem, de a többi csapatnál azért úgy gondolom, hogy benne lehet egy bravúr, akár idegenben is. Először is örülök annak, hogy bemutatkozhattam itt Kecskeméten, úgyhogy örülök, hogy végre meccsbe vagyok, számomra elsőnek ez a legfontosabb. Aztán most plusz az, hogy ugye nyertünk, és ugye nagyon fontos 2 pontot szereztünk. Először is számomra ez volt a fontos. Utána most nyilván az, hogy a teljesítményem hogy alakult, az elején nyilván szokatlan volt, mivel az első mérkőzésem volt, aztán utána beszéltünk a srácokkal, meg jobb volt a védekezés, kommunikáltunk, így ezáltal jöttek úgymond az én sikereim és egyben a csapat sikere is. Szerintem a srácok mindent megtettek, küzdöttünk, jól védekeztünk, főleg a másik fél időben nagyon jó volt a védekezés, ezáltal mondom, ezáltal volt siker a kapuba is. Jelenleg Cegléden vagyok, az NB1-es kerettel készülök minden egyes mérkőzésre, majd amikor úgy alakul, akkor ugye 2-es játékengedély elit vagy a Kecskeméten, és a Kecskemétnek is ugye próbálom a Kecskemétet is segíteni abba, hogy minél sikeresebb legyen. Az ottani mérkőzésünket is, ahogy visszanéztem és ahogy átéltük, az ugyanilyen kemény mérkőzést hozott, és így a végére alakult ki ez a különbség, ami most itt is megmutatkozott. Az, hogy azért már egy párszor lenyilatkoztam, hogy mi az a kis filmszakadás a második fél időben, mikor körülbelül 10 perc telik el, és hogy jön egy kis ilyen rövid zárlat, azt nem tudom. De ott szerencsére azért tisztáztuk a fejeket, és ott egy kicsit megembereltük magunkat, és körülbelül, ahogy néztem, olyan 5,5 perc alatt úgy jöttünk vissza, hogy egyet már vezettünk. Ennyit mondtam, igazából ami a legfontosabb lett volna, hogy azokat a technikai hibákat, és az a lövő szándékos kapura törési helyzeteinket, hogyha mindet úgy tesszük meg, akkor olyan helyzetek fognak kialakulni, mint itt a második fél időben megmutatkozott. De összességében azt gondolom, hogy küzdöttek, harcoltak, és a múlt heti csorbát azt úgy érzem, hogy egy kicsit sikerült javítani, úgyhogy igazából megérdemelten szereztük szerintem meg ezt a 2 pontot. Hát minden pont rengeteget ér, ahogy mondtam is már régebben, hogy minden pontokért meg kell küzdenünk, és nekünk minden pont óriási öröm, és az a cél felé vezető utat egyre jobban közelebb hozza számunkra, főleg ezek az alsó házi rangadók, akik úgy azonos pontszámmal és ahogy így mi vagyunk. Nekünk az kell még, hogy még jobban elhiggyük ezt az egész dolgot fejbe, amit szintén lenyilatkozok mindig, de ezek a visszatérő problémák, amikor a harcossággal, a motiváltsággal és azzal a küzdeni akarással lehet fegyverténünk, amivel meccseket tudunk nyerni. Ebben nagyon kell nekünk még egy pár olyan bravúr győzelem, nagyon jó lenne itt hazai pályán, ami eddig az őszi szezonban nem volt bent, és akkor azt gondolom, hogy még magabiztosabbak lennénk, és elérhetnénk a kitűzött célunkat. A 2 pont, ami 4-et is érhet, de hosszú még az út a befejezésé. 60 percnyi játék is elegendő volt a Kistex legyőzéséhez. Nagy József edzője a fiatalokat dobta be ezen a találkozón. A középszakasz alsóági mérkőzésen a KRC a Kistexet fogadta a Messzi István sportcsarnokban. Nagy József edző pihentetett és egyben fiatalított, mert a Magyar Kupa visszavágó után igazán ráfért a fiúkra egy kis pihenés. 7 hétig volt csak szoros az első szett, 10 hétnél időt kért a Kistex mestere, de ez sem állította meg a kecskeméti hengert. A 25-17-es szettgyőzelem után jöhetett a folytatás, fiataljaink egy kisebb holdpont után magabiztosan hozták a szettet. A harmadik játszma még egyértelműbb volt, a megtört Kistex gyorsan hátrányba került, és onnan már képtelen volt visszakapaszkodni. Nem tudtuk, hogy milyen kezdővel fog felállni a Kecskemét, ugye történtek változások itt az elmúlt napokban, ügyesen megoldották a frissen beállt játékosok, jó csapategységet alkottak, nálunk ez ma hiányzott. Vagy a Kecskemét billenése, vagy egy kicsit a mi energiáink felerősödése, talán a kettő így igaz. Nem volt valós, tehát
sodródtunk az eseményekkel, egyszer időkérés után úgy tűnt, mintha a csapat elindulna, valami érzelmeket bevittek a pályára, de ahogy ellenállásba ütköztünk, úgy ez elkopott. Én a Kecskemétet nem minősíteném, ügyesen jól játszottak ma, mi gyengék voltunk, tehát ez a két dolog így nagyon nagy ellenpólus, és nem is tudott ma más lenni ezért az eredmény. Lehetne itt álmodozni, meg mellé beszélni, más cél nincsen, de ahhoz is több kell, tehát ez semmire nem elég. Ez egy igazán emészthető mérkőzés volt. Akik nézték a mérkőzést, azok elég sok szép megmozdulást láttak a fiataljainktól. Ők is egész koncentrációval játszottunk végig, betartottuk a szabályokat, amiket akartunk. Én úgy gondolom, hogy ez egy nézhető mérkőzés volt. Próbáltam pihenőt adni azoknak a játékosoknak, akik igazából eddig végigjátszották a szezonnak a nagy részét. Ugye ez volt az alapkoncepció is az alapszakasz után, de ugye az előző MAFS mérkőzésen ez nem sikerült, mert a fiatalok azok betegség miatt nem tudtak megjelenni a mérkőzésen. Ez volt alapban is a tervünk. Sima 0-3 volt idegenben, a pénzügyőr otthonában. Mi történt? Úgy gondolom, hogy az első szettet jobban kezdtük, mint a pénzügyőr. Egészen olyan 8-ig talán sikerült is tartani magunkat, és hogy a pénzügyőr belerendült a játékba, elkezdte felvenni a játékunk a ritmusát, kezdett szép lassan felénk nőni. Mi ezt nem tudtuk követni, nem tudtuk megugrani ugyanazt a lovat, amit ők megugrottak. A második szettből beragadtunk, ugye az elején a Magyar Bálint, az megszervált minket, azt hiszem volt talán 6-1 is. Honnan felállni, az már úgy érzem, hogy a srácok megtörtek lelkileg. A bajnokságban a következő mérkőzésünk a MAFC ellen fogunk játszani jövő héten. A kupában megvárjuk a Kaposvár Barcika párharc győztesét. Nagy József edző elképzelése bevált, a nagyobb pihentek, még a fiatalok bizonyítottak. Köszöntöm bennünket, Stopp Imrét, a KRC operatív vezetőjét, és hát akkor egyértelműen löplabdáról fogunk majd beszélgetni. A kecskeméti RC legutóbb simán győzött 3-0-ra a Kistex ellen. Ott voltunk a mérkőzésen, de mit tapasztaltál? Szervusz, üdvözlöm a nézőket. Én azt gondolom, ez a mérkőzés azon kötelező győzelmek közé tartozott, amit egy a szezon közben meggyengült Kistex ellen érdemes volt behúzni. Fiatalok játék lehetőséget kaptak, volt egy-másfél szett, amikor azért a rutinosabb játékosok is pályán voltak. Örülünk neki, megyünk tovább. Az is kisebb fajta meglepetés volt, hogy edzőnk kicsikét nagyot húzott, a fiatalokat dobta a mélyvízbe. Alapvető elképzelésünk évek óta, hogy a fiatalokra kell majd egyszer csak építeni. A nagyon éles bajnoki meccseken én azt gondolom még nehéz hosszabb időtartamokat egy fiatalnak pályán töltenie, vagy egy nagyobb létszámú fiatal beépíteni a csapatba. Az ilyen mérkőzések lehetőséget adnak nekik. Meg tudjuk nézni, hogy egy picit nagyobb presszúra alatt mire képesek, nem csak edzés szituációban. Illetve hát volt olyan kényszerű fiatalunk is, aki pedig muszáj volt játszon. Ezen a mérkőzésen szembesültünk azzal, hogy a keret változott, Argelegos már nem a keret tagja. Mi történt? Február 10-i hatállyal közös megegyezéssel szerződést bontottunk, azt hiszem 2 év körül időtartam után Argelegosszal. Titoktartási szerződésünk miatt nagyon sok részletet nem árulhatok el róla, vagy nem közölhetek. Nem játékban mutatott képre, vagy a jelenlegi formájára kell itt gondolni. Más volt a dolgok háttere mögött, elnézést kérek, de többet nem tudok mondani. Ezúton is kívánok neki minden jót a továbbiakban, családilag, sportban egyaránt. Ez egy évben hosszú távú dolog volt, tehát már régen érett az, hogy valami kenyértörésre mindenképpen sor kerül. Voltak előjelek, de azt gondolom, hogy úgy éreztük, hogy kezeltük őket. Bebizonyosodott, hogy nem. Hogyan tudjuk őt pótolni? Meccsenként 20-25 pont, néha 30 pontot ütött. Nem egyszerű feladat. Nyilván egy csapat legpont erősebb játékosát a szezon közepénél, vagy kicsit tovább, mint a közepénél pótolni. A megoldást Varga Péternek hívják. Oké, rendben van, röviden tömören. A bajnokságban ott vagyunk az alsóházban, bármi megtörténhet még, erre még vissza fogok térni. Nézzük a Magyar Kupát, hiszen onnan már úgymond kicsikét el kellett köszönnünk, a döntős pozíciót el kellett engednünk. Ez a megfogalmazás így helyes. Március 11-én a bronzérmért fogunk játszani.
A nem tudjuk még kivel, ugyanis még egy mérkőzés a visszavágó hátra van a Kaposvár és a Barcika között. Az ottani vesztessel vagy tovább nem jutóval fogunk a bronzéremért összecsapni. Készülünk rá. Helyszín megvan? Megvan, mégpedig a Ritz Levente sportközpont, ha jól emlékszem, de az. Akkor térjünk vissza a bajnoksága. Az, hogy a Alsóházban vagyunk, az nekünk kicsikét fájó, meg néha meglepetésszerű is. Mit tudsz erről mondani? Ki a nekünk? Hát a szurkolóknak. Ugye a bajnokság lebonyolítása, de aki követi a röplabdát, azért ezzel teljesen tisztában van, hogy most egy középszakasznak hívjuk ezt az időszakot, amit játszunk. Néhány szám meg tény, hogy azért ez miért lehet egy picit csalóka, továbbra sem bizonyítvány magyarázása véget. Az alapszakasz végeztével 8 győzelem, 6 vereséggel a második helyen végzett csapattal egyenlő értékkel voltunk a mérkőzések megnyeréséhez elvesztése tekintetében. Pontban ez 3 pont különbséget hozott. Nekünk ugye, aki követte a mérkőzéseinket, elég sok 3-2-es győzelmünk volt, ahol pontokat vesztettünk el, illetve hát csúszott be olyan fájó vereség, nem egy, nem kettő, amivel elvesztettük azokat a pontokat, hogy nem az 1-4-es csoportban játszunk jelen pillanatban. Itt ad lehetőséget egyébként számunkra a fiataloknak egy picit több játék lehetőség, azon kulcsembereinknek egy minimálisabb pihentetése, akikre a egyenes kieséses szakaszban lesz borzasztó komoly szükségünk. Semmi nincs még veszve, nyilván papírforma szerint egy erősebb csapattal kell majd megküzdenünk az egyenes kieséses szakaszban a 4 közé jutásért, amire most szintén nem tudjuk megmondani, ki lesz az. Két csapat közül fog valószínűleg kikerülni, de ebben a bajnokságban szerintem már mindent láttunk, ki tud megverni, vagy kitől kikapni. Ez egy sokkal jobb bajnokság, sokkal erősebb, mint a tavaly előtti? Én azt gondolom, kiegyensúlyozottabb. Tehát, hogy ha az elmúlt éveket nézzük, elvitathatatlan a pénzügyőr fölénye a röplabda, férfi röplabda bajnokságban. Ez jelen pillanatban is így van, de azt gondolom, hogy idén már történt meglepetés ellenük is. Még elképzelhető, hogy fog is. Talán egy picit felnőttek hozzájuk azok a csapatok, akik ebben a bajnokságban olyan igazolásokkal, olyan csapatszerkezetet tudtak összeállítani, amivel nagyobb játékerő tudnak felmutatni, akár egy nagyon stabil, nagyon kiegyensúlyozott pénzügyőrrel szemben is. A 21-es, 22-es évet úgy zártuk, és úgy zártátok, hogy azt mondtátok, hogy ennél sokkal többre lesz szükség játékban, helyezésben. Most hogy állunk, hogy érzed? Ott lehetünk még, úgymond a pozitív oldalon, vagy megint fájó módon azt kell mondanunk, hogy nem sikerült. Nézd, miután nem tudjuk, kivel játszunk a kupában, hogy alakul a bajnokság? Én azt gondolom, hogy azért még nem temetném el magunkat. Játszottunk nagyon jó meccseket a szezonban, azt gondolom, okoztunk mi is meglepetéseket. Egy Kaposvár oda-vissza győzelem, vertük meg a Kazincz Barcikát, volt bizalomra okot adó mérkőzésünk a pénzügyőr ellen is, és hát szaladtunk bele olyan pofonba, amit szerintem meg senki nem várt volna tőlünk. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi szerkezetünk, aki nem változott a nyári alapozás óta, az egy nevezett játékos távozásától való, vagy kivételével, képes arra, hogy jó formában jól röplabdázzon, de képes arra is sajnos, hogy egy másodhegedű szerepet játszon a bajnokság bármelyik csapata ellen. Mi a véleményed a MÁV előről és a Deacról? Ők a felsőházban vannak jelenleg. Én azt gondolom, őket rosszul apostrofálták itt a szaksajtóban a feljutó csapat és az egyetemi csapat. Mind a két kőkemény profi klubról beszélgetünk, borzasztó erős kerettel. Ugye a MÁV előre még az átigazolási időszakban 2 igazolást is végrehajtott. Nem gyengültek, hozzáteszem. Ő nem a feljutó és nem az egyetemi csapat. Ők a bajnokság szerves részei, és igenis szerintem mind a két csapat nagyon erős játékos állománnyal értéket képvisel ebbe a mai röplabdában. Ha már itt tartunk, akkor ha jól emlékszem, még az igazolási időszak előtt itt járt nálunk Pesti Marci, edzett is Kecskeméten. Igen. Nem kerestétek meg? Nem kerestük meg, mert nem tudtuk megkeresni.
nem biztos, hogy megkerestük volna. Inkább azt mondom, nem volt szándékunk változtatni, hozzáteszem, anyagi lehetőségünk sem volt arra, hogy mi elgondolkodjunk, de nem szerettünk volna. Tehát mi hittünk abba, és hiszünk abba mai napig, hogy a mi csapatszerkezetünk, és ezt talán valamelyik nyilatkozatában Kim Cameron Illés csapatkapitányunk fogalmazta meg, hogy bármire képes lehet. Sajnos ezt bebizonyítottuk, hogy ez fölfele és lefele is teljesen igaz. Marci kecskeméti ezer szálon kötődik a klubhoz, de gyakorlatilag azért a fizetés az mindig egy fontos dolog egy sportoló életében. Mi itt nem voltunk partiképesek. Nem tudtuk, tehát nem is kezdtük el vagy a beszélgetést róla. Értem, nem volt értelme igazából kezdeményezni. Hát akkor nézzük azt, hogy mit válsz és mi a realitás. Bajnokságban, Magyar Kupában. A ha, meg a lehet, kizárva. Szeretnénk harmadikak lenni a Magyar Kupában. Ha úgy hozza a sors, tudunk jó meccsen bizonyítani, ha aznap nem a mi formánk jön, vagy azt a szeleburdi agyban szétesett kecskemétet láthatjuk, akkor egy negyedik helyen fogjuk zárni a kupát. A csapatból senki nem adta föl, hogy egy bronzéremmel zárjuk a kupasorozatot. Ez lehet, hogy ilyen csalókának hangzik, hogy megint a bronzéremért játszunk. Azért a 18 fő nevezett csapatból 14 nem jutott el idáig. Tehát, hogy ez félig tele vagy félig üres, ezt mindig azért érdemes azt gondolom, hogy megnézni. A bajnokságban nagyon fontos lesz, hogy az a csapat, akivel az egyenes kiesést kezdjük, ott itt már nagyon elemezni nincs kiről mit, se pro, se kontra. Én azt gondolom, hogy ott ki tudja 3 győztes meccsre összeszedni magát, és hány meccsből sikerül, mennyit tudja pihentetni a kulcsjátékosait, mennyire lesz lefáradva. Egy nagyon sűrű 3-4 naponta mérkőzések lesznek, tehát hogy ez egy igazán erős időszak jön. Én nem mondanám, hogy itt mi esélytelenek vagyunk, hogy a 4 közé kerüljünk. Köszönöm, szurkolunk nektek. Köszönjük szépen. Csak az első szedben volt méltó ellenfel a Hépröpke a Szolnoknak. A tiszaparti keret már régebb óta együtt van, együtt játszanak a lányok, és ez meg is látszott a játékukon. A felsőház a Szolnok volt a Hépröpke vasárnapi ellenfel a Kocsispár iskolában. A papírformát erőviszonyokat felrúgva kezdett csapatunk, amivel alaposan meglepte a kékfehéreket. Ellenállhatatlan volt a Kecskemét, és hiába kért időt a szolnoki mester, a Kecskemét a 25. pontig meg sem állt. A második szedben már szétestünk, mert a Szolnok többször is erőteljesen nyitott, és abban vitte tovább támadásait. Akadozott a játékunk, és csak rövid ideig tudtuk tartani a szolnokiakat. Elment a második, és a harmadik, és a negyedik szett is, és így 1-3-mal fejeztük be a találkozót. A női röplabda az leginkább a lélektarról szól. Én azt gondolom, hogy a lányokat ott sikerült fölrázni, és sikerült megtalálniuk magukat. Én azt gondolom, hogy egy kicsit megijedve kezdtünk, és sok buta hibát halmoztunk egymás után az első játék részben. Ezeket sikerült egy kicsit levetkőzni, ami egyébként abból adódik, hogy a lelkükre sikerült egy picikét hatni, ezáltal kicsit határozottabbá váltak. Azt gondolom, ez leginkább a harmadik szetre kristályosodott ki. A nyitások voltak azok az elemek, amelyel el tudtunk lépni, és aminek köszönhetően ki tudtuk alakítani ezeket a különbségeket. Igen, örülök annak, hogy tudtam pihentetni a kulcsjátékosaimat, így akár az előkészítő játékost is, így megmaradt a fősége a további játékrészekre. Nagyon fontos volt számunkra ez a 3 pont, hiszen a második, harmadik, negyedik és ötödik helyezett csapat rendkívül közel áll egymáshoz a keleti alapszakaszban, ahonnan viszont csak az első 4 helyezett csapat fog feljutni a felsőházba, ami a minimális cél és elvárás volt a csapatommal szemben. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépcső volt ahhoz, hogy ezt a célt elérjük. Nagyon jó kezdtük a mérkőzést, meg volt a kellően agilis felállásunk a pályán, jó volt a támadásunk, a nyitásfogadás ott is akadozott egy kicsit, de több helyen tudtunk kompenzálni, főleg a mezőnnyel, és ott egy állásban is el tudtunk menni egy 4-5 pont, az itt rengeteget számított. Azt utána a lelki előnyünket szépen le is adtuk gyorsan, és a második szettet már azt hiszem 3-4 minusszal kezdtük. Utána megint sikerült átvennünk a vezetést, és egy 3 pontos vezetésből csináltunk egy álláson belül -5-6 környékén. Az ott nagyon megviselte a fejeket, és meg ebből is vissza tudtunk egyébként mászni, a végére egész szoros lett a második szett is. Hát a 34. szettben már az öt kijött az erőbeli különbség, nagyon jó védekezett a Szolnok, jól támadtak, elkezdték tudni használni a centereiket.
úgyhogy szépen lehozták a meccs végét, gratulálok nekik, megérdemelt, hogy nyertek ma 3-1-re. Mennyire a szezon elején ez az erősségünk volt, a nyitás fogadás, most a fogadás annyira küzdős nekünk minden mérkőzésen, hetek óta. Nem tudom, hogy ennek pontosan mi az oka, illetve hát a fejek kicsit lazábbak a szokásos, illetve a kelletténél. Ezzel majd dolgozunk a közeljövőben. Ez egy olyan mérkőzés volt, amit szerettem volna, hogyha a kezdőjátékosok játszanak főként végig, illetve az utolsó szedben próbáltam egy teljesen más felállást kipróbálni, ahol mindenhol egy kicsit változtattunk. Voltak jó részei a változtatásnak, de ugye a másik oldalon meg az nagy volt a kavar. A fiatalabbaknak most próbáltam kicsit kevesebb lehetőséget, hogy múlt héten egész sokat játszottak az idegenbeli mérkőzésen, most szerettem volna, hogy most a kezdő játszik végig. Ugye tudjuk, hogy az alsóházban lesz a folytatásunk, amivel nincsen semmi probléma. Igazából azt a lányoknak is elmondtam már, hogy a célkitűzésünk az volt, hogy az előttünk lévő 4 csapattal jó mérkőzéseket tudjunk játszani. Ezek a csapatok ellen már nyertünk 3-0-ra, nyertünk több helyen szettet is, úgyhogy maximálisan meg vagyok elégedve igazából a helyzetünkkel egyébként a ranglistán. A továbbiakban ugye az alsóházba kell majd domborítanunk egy jobban, hogy ott az élmezőnyben tudjunk végezni. Sokat fejlődő csapatunk, de a Szolnok ellen ez most még kevés volt. Adásunk végén hallgassák meg a sport ajánlatunkat. Szerdán a Dunaszfa DTK férfi kosárlabda csapata itthon fogadja a Messzi István sportcsarnokban a Budapest Honvéd csapatát 18-ai kezdéssel. Pinteken az akadémia csarnokában tartják az év sportolója díjátadó ünnepséget. És pinteken játszik a KT idegenben a Ferencváros otthonában, a találkozó kezdési időpontja 17 óra. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a helyszíneken, viszontlátásra, viszonthallásra.